Noha az Európa Kupa szereplés, a négyes döntő megrendezése, a magyar bajnoki döntő és a vírushelyzet miatt is később kezdődtek a játékosokkal való tárgyalások, ennek ellenére a lehető leggyorsabban lett kész az Európa Kupa bronzérmes bajnoki ezüstérmes atomerőmű KSC kerete 2021-22-re. Persze még mindig nem lehet tudni, hogy a csapat eddigi legjobbja, a négy szezont lehúzó Erica McCall visszatér-e az amerikai bajnokság október végi zárása után. Ha nem, és nem érkezik senki a pótlására, akkor sem kell kétségbe esnie a szekszárdi szurkolóknak, mert hogy nem akármilyen három játékost igazolt már le a KSC. Jelezvén azt, hogy komolyan gondolják az Euroligában való szereplést, amit a szeptemberi selejtezőn nagyon szeretnének kiharcolni. A távozó Teodorán, Alexandra Zeledolina, Szabó Fanni, Maja Szkolic helyére minőségi, úgymond kész játékosok érkeztek. Köztük az eredeti terveknek megfelelően két nemzetközi szinten is minőségi amerikai, illetve szerb-bosnyák játékos. Mányoki Rékának a leigazolása, ugye, aki az egyik legnagyobb tehetségnek ígérkezik, és ő még mindig fiatalnak számít jövőre, hiszen 2001-ben született. Ez mindenképpen egy óriási fegyvertény, hiszen neki számos hazai csapat tett ajánlatot, és mégis Szekszárd mellett döntött. Úgyhogy egyrészt erre, másrészt arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy Nikolina Milić személyében egy nagyon komoly tudással és tapasztalattal rendelkező 28 éves légiós sikerült szerződtetnünk, aki ugye az Euroliga a Final Four-jában, a döntőben, a Salamanca csapatában játszott, és ismerve az ő habitusát, játékstílusát, azt gondolom, hogy Zsejko Djokić koncepciójában remekül illeszkedik majd. A másik légiós az amerikai Arin Ellenbergnek sincs szüksége próbajátékra, komoly nemzetközi tapasztalatokkal érkezik legutóbbi állomáshelyéről Lengyelországból. Ha úgy tetszik, az első számú irányító Studer Ágnes mellé az ő időnkénti tehermentesítésére. A KSC Szekszárd egyéb irányt fölkívánja gyorsítani a saját nevelésű tehetségei fejlődését. Így immáron szerződéssel rendelkezik, és felnőtt kerettag lett Holc Rebeka, Horváth Dóra, Pop Anna Mária és Németh Lili is, akik a bajnokságban már akár az idén is több-kevesebb epizód szerepet kaphatnak. Ami a magyar magot illeti, büszkék a KSC-nél arra, hogy ebből a szempontból hazai rekorderek is lettek a magyar élvonalban. Ha a magyar magot tekintjük, és itt még a Bálint Rékát is beleértve, aki ugye talán a csapat egyik, hanem a legidősebb játékosa lesz. A magyar magnak az átlag életkora 20,1 év, amivel szerintem Magyarországon biztos, hogy az első három csapatban benne vagyunk fiatalság szempontjából. Ezért aztán ugye Gerebelli is még mindig csak 22 esztendős lesz, Studer Ágnes még mindig csak 23 esztendős lesz szeptemberben, és ők már azért tapasztalt játékosoknak számítanak, de a fiataljaink a Miklós Melindával, Holc Rebekával, Horváth Dórival, Németh Lilivel, sőt képbe kerül most már Szűcs Gréti is, aki egy nagyon ígéretes kis center tehetségnek tűnik, és 2006-ban született. A felnőtt csapat, a szakmai stáb éppen a nyári szabadságát tölti, és augusztus közepén kezdődik el a felkészülés a következő idényre. A szokásos tradicionális felkészülési tornát, a Siókupát tekintettel az Euroliga korai selejtezőjére az idén szeptember első hetében rendezik meg.